Idén 29. alkalommal került megrendezésre a Hegyalja Matematika verseny. Az első forduló március 1-én szerdán három helyszínen zajlott, Sátoraljaújhelyen, Sárospatakon, valamint a Szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskolában. Összesen 255 gyermek mérettette meg magát, 3-tól a 8. osztályos korosztályig. A feladatlapok megoldására 60, illetve 90 perc állt a diákok rendelkezésére. A legtöbb pontot elérő tanulók tovább jutnak a döntőbe, melyet a tervek szerint április 6-án rendeznek meg a Bolyai János Katolikus Általános Iskolában. 5 feladatból áll a feladatsor. Általában a matematika 5 területéről választják a kollégáim ezeket a feladatokat. A feladat összeállítók általában a mi iskolánk nevelői, de évről évre, sőt, elég sok éve a Rákóczi iskolából is van kolléganőnk.